A vádirat szerint a férfi 2018-ban megvásárolt egy besenyszögi telket, melyen korábban már lebontották a házat. A férfi 2022-ben kezdett a telken építkezni, ahol egy átmeneti szállást készített magának. A férfi ezt követően az ingatlanon nagy mennyiségű, különböző típusú hulladékot halmozott fel, így fémhulladékokat, használt motorolajat, cserép és kerámia hulladékot. Később az ingatlanon egy személygépkocsit is szétbontott, majd annak fém elemeit értékesítette. Ennek következtében a férfi által az ingatlanán tárolt hulladék ösztömege az 1000 kg-ot is meghaladta, valamint azok között olyan veszélyes hulladékok, így olajszűrők, higanytartalmazó alkatrészek, aszbesztet tartalmazó surulóbetétek, fékfolyadékok, fagyállófolyadékok, akkumulátorok voltak, melyek alkalmasak az emberi élet, a testi épség, az egészség, a föld, a víz, illetőleg élőszervezet egyedének veszélyeztetésére. Az ügyészség a büntetlen férfival szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.